Köszöntöm kedves nézőinket, sportmagazinunkat, a pályát látják. A következő fél órában többek közt lesz Tolna Baranyai kosárlabda felkészülési összefoglaló, vízilabda Gokárt Mihelisz Norberttel, és a lovasportok szerelmeseinek is kedvezünk, érdemes lesz velünk maradni. A Törzsgárda megkezdte a felkészülést a KSC Szekszárd együttesében az idei esztendőre. A szakosztály vezetés célja a tavalyi eredmény megismétlése, illetőleg a nemzetközi porondon való sikeres szereplés. Így örültek egymásnak mester és tanítványai az első edzésen. Készültek fotók is az évkezdetről, és persze nagy várakozás és fogadkozás előzi meg az új bajnoki évet. Zsejko Gyokics vezetőedző arra számít, az elmúlt 12 év legerősebb bajnoksága előtt áll a csapata, amiben ugyanúgy, mint az elmúlt két esztendőben, a szekszárdi lányok osztják majd a kártyákat. Rövid távon azt szeretném, ha a lányok jól csinálnak az alapozást, hogy mindenki egészséges legyen, és hogy jól készülünk ez az Euroliga selejtező. Ez valami, amit most jár fejben, amit úgy valahol építettem ez az első rész az egész munkának, de ha globálisan nézném, szeretném újra, hogy legjobb csapatok között legyünk itt Magyarországon. A sors fintora, hogy ismét francia ellenfél ellen kell helytállni az Euróligában. A Lille ellen készülő csapathoz rövidesen csatlakoznak majd a légiósok is. Nagyon erős légiós igazolásaink lettek az idén, akiket majd szép sorban be is fogunk mutatni mindenkinek, és azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar magot teljes egészében együtt tudtuk tartani. A csapat irányítója Studer Ágnes azt mondja, nagyon várják már az évkezdetet, kellő motiváció van az együttesben. Az első cél az az, hogy ugye Euroligába játszassunk majd, azok lesznek az első meccseink, és ezt szerintem az egész csapat így gondolja, hogy Euroligát szeretnénk játszani, szóval ez lesz az elsődleges cél, hogy megtegyünk mindent a két mérkőzésen, és hogyha ez sikerül, ugye akkor azért nehéz lesz, sok utazás lesz, nagyon sztárcsapatok ellen fogunk játszani, de szerintem nagyon sokat tudunk majd belőlük tanulni, és reméljük, hogyha sikerül, akkor jó meccseket tudunk játszani. A bajnokság október elején kezdődik, és 10-én kerül sor a franciák elleni első összecsapásra a szekszárdi csarnokban. 24. alkalommal rendeztek a Szedresi Lovas Udvarházban C-kategóriás fogadhajtó versenyt, akadály és díjhajtás, pónifogatok versenye és vadászhajtás számokban indulhattak a résztvevők. Idén is szép számmal vonultak fel a fogatok a Szedresi Lovas Udvarházban, ahol 24. alkalommal rendeztek bajnokságot. Ugye nagy meleg van, próbáltunk egy olyan egyszerűsített pályát, vagy kicsit könnyebb pályát, nem nagyon, de kicsit könnyebb pályát készíteni. A pálya készítőnk figyelt erre is, hogy ne nagyon vegyék igénybe a lovakat, illetve a hajtókat. Mai napról azt kell tudni, hogy körülbelül, még nincs pontos szám, 25-26 fogat fog indulni, startolni, pónik és kettes fogatok vegyesen. A kettes fogatoknak lesz három forduló, egy a C kategória, egy D kategória, és van egy elektrolit kupa, a póniknál egy csak C kategóriás van, és van az elektrolit kupa, tehát összesen 5 fordulós lesz az egész verseny. Mi ezt szívesen csináljuk, odafigyelünk, hogy minél több ember lássa a lovakat. Ugye eléggé elkopott már a ló, kevesen hajtanak, kevés faluba készítenek már versenyt, erősek a szabályok, illetve hát elfogytak a lovak, meg a lóhoz értő emberek. A fiatalok csak itt-ott mozdulnak erre, az idősebb korosztály meg hát megöregedett. Minősülő versenyről van szó? Igen, nálunk C kategória, az a harmadik osztálynak felel meg, indulunk, illetve indulnak a fogatok. Ettől magasabb kategóriát mi nem tudunk vállalni, tehát a pályáink nem alkalmasak erre, és maradunk ezen, illetve az amatőr szinten. Az amatőr azért fontos, mert abból tudják kinőni magukat, meg az a tömeg. Tehát nagyon látványosak tudnak lenni, illetve be tudja mutatni mindenki, hogy mit tud. Tehát nem kell neki semmi más, csak minősítetni a lovait, tehát egy kicsit orvosi vizsgálatokat, meg az övét, sportolósiát is már is tud versenyezni. Tehát ez nekünk nagyon fontos, hogy így legyen. A bajnokság nem csupán verseny, hanem a lovas hagyományok életben tartását is szolgálni hivatott.
nem múlhat el úgy Évszerdesben, hogy lovas verseny ne legyen. Tehát mindenféleképpen fontos, megszólítja a falu lakosságát, megszólítja a környék lakosságát, és hát nagyon fontos üzenete az, hogy ápoljuk azokat a lovas hagyományokat, amik itt Szerdes-Sapáti pusztához is kapcsolódnak. Tisztelgünk az elődök előtt, tisztelgünk Garai Ákos előtt, aki ugye Szerdes-Sapáti puszta születte, és ugye a lovak ábrázolásával a lovakért nagyon sokat tett, és művészi fokon valósította ezt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, és bízom benne, hogy hosszú ideig még a jövőben is fontos lesz. Cseh László visszatérő versenyzője a mezőnynek, ő magasabb osztályban hajt, de a szedresi bajnokságot nem hagyja ki. B kategóriában versenyzem, ami egyel magasabb, mint ez a versenynek a szintje, de eljöttünk egy kicsit gyakorolni. Tehát akkor gyakorlatilag ez a cél, hogy egy formában tartani magadat és a lovakat is. Jövő héten megyünk egy Balaton-Lellei országos versenyre, és oda egy kicsit gyakorlunk, felkészülünk. Király János Tengelicről érkezett, régóta dolgozik lovakkal, a fogathajtással, versenyzéssel 12 éve kezdett foglalkozni itt, Szedresben. Saját fogataink vannak, és mi minden évben a családdal, majdnem, hogy minden évben új fogatta állunk elő. Per pillanat is két fiatal lóva álltunk ki, és ezek most vannak így összefogva a harmadik versenyen. Ez egy hátrány, mert még nem együtt dolgoznak, nem tudnak annyit dolgozni, amennyit kellene, nem ismerik a pályákat, és ezért sokat kell velük foglalkozni, sokat is kell dolgozni rajta, szabadidő nem sok van nekünk, mert a lovak elveszik a szabadidőt, ebből meg viszont nem lehet megélni, ez mellett még dolgozni is kell. És ezért nekünk mindig új fogata áll elő, ezért nagyon sokat kell dolgozni a lovakkal. És hát egy költői kérdés, mi a cél a mai napon? Hát egy jó sport. Ez én nem az eredményre, a részvétel a fontos az én számomra, hogy a lovak dolgozzanak és mutassák meg, hogy mit tudnak. Megyénként három versenyző vehet részt az országos C kategóriás megmérettetésen, tehát innen a három legjobb fogat képviseli magát Tolna megye színeiben. A 30 fokos hőség sem riasztotta el a lovasport szerelmeseit. Az immár negyedik alkalommal megrendezett Paksi Lovasnaptól a szervező Paksi Fogatsport Egyesület kétnapos viadalán több tucatnyi versenyző állt rajthoz. Az első napon az akadályhajtók és a vadászhajtók teljesítették a pályát, míg a második napon a népi akadályhajtás és az 5 kilométeres tájékozódási lovasverseny nevezői vették birtokukba az ürgemezőt. Itt van egy ilyen nagy jegenyefe, ott van a négyes. Tehát bemész az erdőbe, ott azon az ösvényen végig, fenyves erdő lefele, de nem jössz át a vadátkelőn, hanem annak a jobb kéz felőli részén itt van az ötös. Oda lemész így az aljba, ott meg fogod látni. Összességében mintegy 100 nevező volt a Paksi Lovasnapokon a 7 versenyszámban. Ez már rekordnak számított a mindössze 4 éve létező a Paksi Fogatsport Egyesület által életre hívott rendezvényen. A Paksi ürgemezei lengyel pályán a nagy szárassággal és a meleggel is meg kellett küzdeniük, a lónak és a versenyzőnek is. Szerencsére balesetmentesen sikerült az első napon túlesni. Szerintünk úgy értékelve jól sikerült. A nevezések száma 21 néhány nevező volt a C kategóriás kettes fogathajtó versenyzők indulók között. A D kategóriában is 10 fölüli indulók voltak tegnap. A póni fogatok is 4-5 voltak, és 4-es fogatunk is volt 4. A Duna túloldaláról is jöttek több, a környező megyékből, Fehér megyéből, Tolna megyéből szinte minden egyesület képviseltette magát. Természetesen nagyon jó helyen állnak a paksiak. Ugyan tegnap éppen nem paksi, de környékbeli lett az első helyezett. A mai nap folyamán meg még nem tudjuk, hogy mi lesz, de javarészt nagyon sok paksi van, főleg a tájékozódási versenyünkön és a helyügyességi versenyen. Az első napon, az ebédidőben jó ebédhez szólt a nóta élőben, a Paksi Schiller nótakör és a Vetővirág Népegyesület jóvoltából. A második nap népi akadályhajtásán igen technikás pályával kellett megküzdenie a hajtóknak és lovaiknak. Bagdi Dominik két kisbéri lóval indult, Dolmánnyal és Csillaggal, őket egy éve hajtják. Jó 10 éve foglalkozok lovakkal. 5 éve rendszeresen versenyzünk, nyáron minden hétvégén. Itt Pakson, mióta az első versenyen, azóta szerepelünk. Most spediterhajtásba indulunk, kettes fogattal.
Hát van, a dobogó az némelyik lónak azért nehéz, vagy félnek tőle, de úgy gondolom megoldható. Jó szállőspálya, szerintem látványos hajtás lehet csinálni. Hogyan készülsz egy-egy ilyen versenyre? Mondtad, hogy most így nyáron egész hétvégén versenyetek van szinte minden alkalommal. Igen, hát otthon egy héten ilyen 5 napot hajtunk, körülbelül 2 nap van a lovaknak pihenő. Az erdőbe megyünk velük egyenes úton, bent pályán bójázunk velük, kocsikáztatunk, igazából így készítjük fel őket. A fogatok mellett igen népszerűek voltak a lovas számok is. A tájékozódási és az ügyességi lovas versenyre több tucatnyi nevezés érkezett. A legfiatalabb versenyző a 9 éves Hegedűs Tímea volt. A Duna túlpartjáról érkezett Vargac Leona 3 éves kora óta megüli a lovat. Szülei is nagy lovasok, így nem volt kérdés számára a ló iránti szeretete, vonzalma. Dario nevű Wales Pony lovával indult a 2 lovas számban Leona. A szüleim is ugye lovasok voltak, és akkor nekem is megtetszett a lovaglás, és kipróbáltam, és azóta versenyekre járok, és ez a második, hogy itt vagyok Pakson. Az ügyességén és a távlovason fogok indulni. A távlovaglásra már megnéztétek, bejártátok a terepet, a távot. Hogy érzed, hogy fog sikerülni, és indultál-e már? Mennyire érzed nehéznek a pályát? Hát a fák miatt egy kicsit nehéz, mert lelógnak, de amúgy jó. Tavaly is voltam, és második lettem. Hogyan készültél a versenyre? Hát egyre hosszabb és hosszabb távokat tettem meg a lóval, meg mindennapi edzés. Leona ezúttal is a 2. helyen végzett a tájékozódási versenyben, ahol 5 kilométer volt a táv, és 8 feladatpontot kellett érinteniük a lovasoknak. A 2. nap lovas versenyei egyre népszerűbbek, főként a fiatalok körében. Szlovák győzelem született a hosszabb szünet után újraindított Dunaliga nemzetközi boccsa versenyen Pakson. 10 csapat indult, a szlovákokon kívül cseh és magyar játékosok vettek részt a versengésben az Ürgemezei strandon. A paksi Ürgemezei strand hűsfái alatt 2 salakos bocsapályán 2 napon keresztül dobálták a golyókat, ugyanis a bocsa sporták szerelmesei adtak randevút egymásnak. A bocsa az egy tradicionális olasz sportág, az ügyesség mellett legalább annyira stratégiai, logikai játék is. A kis piros célgolyóhoz minél közelebb kell gurítani a nagyobb golyókat, eszerint kapják a pontokat a csapatok. Mintegy 15 éve jó a kapcsolata a paksiaknak a szövetséggel, akik szívesen járnak ide, hiszen ideális körülmények között szervezhetik országos versenyeiket itt meg. Hosszú szünet után rendeztek ismét nemzetközi megmérettetést a sportágban. A Duna Liga kupát először 2003-ban hívták életre. Az akkori elnök és az akkori cseh, szlovák, osztrák és cseh sportbarátaink révén sikerült ezt tető alá hozni. Sajnos az utóbbi évben, legalább 4-5 évben nem rendeztünk ezeket a versenyeket, de a szlovák szövetséggel most olyan jó és szoros a kapcsolat, hogy úgy döntöttük, hogy ezt a sorozatot felélesztjük, és egyébként a mai napon 10 csapattal, 4 szlovák, 4 magyar és 2 cseh csapatnak a részvételével folynak a küzdelmek. Magyar klubcsapatok vesznek részt egyébként ebbe a versenybe, amelyben a női EB-re készülő válogatott tagjai vannak, illetve hát a jövő héten Kármakazamban, Törökországban U18-as Európa-bajnokságon vesznek részt az ifjaink, és abból 2 játékos is itt szerepel a versenyen, illetve az U23-as Európa-bajnokságon, egyéni Európa-bajnokságon Olaszországban egy nagyon fiatal és nagyon ügyes kislány vesz részt a versenyen, és azt szeretnénk, hogy minél több tapasztalatot a külföldi versenyzőkkel kapcsolatos izgalmas csatákban edződve készüljenek fel erre a megmérettetésekre. Jó hangulatban folytak a 3-as küzdelmek 2-5-ös csoportban körmérkőzéses formában. Tolna megyét 3-an képviselték, a Simon Tornyai Tóth János, a 18 éves paksi Szabó Szintia és Cseh Attila a vendéglátó. De újra megszervezésre került ez a Duna Liga versenysorozat, aminek most az idén Paks lett a kiemelkedő állomása. Ez egy nagy szó számunkra. Itt ilyen 2000-ben kezdtük el ezt a bocsás történetet. Azóta sok verseny volt, de azt gondolom, hogy ilyen nemzetközi szintű, mint a mostani még nem volt, mivel szlovák, cseh és
magyar csapatok vesznek részt rajta. Ami az érdekessége a versenynek, hogy én jelenleg, mivel cseh vagyok, ezért a cseh csapatban játszom, kiegészítve a Kovácsik Péter, a cseh bocsaszövetségnek az elnöke, illetve a játékosa. Úgyhogy így hoztuk össze. Jó kapcsolat van a társaságok között, illetve a csapatok között, nemzetek között, a bocsában, és ezért megpróbáljuk kiegészíteni egymást. Az izgalmas csatákat hozó Paksi Dunaligát a szlovák Békálosonc csapata nyerte, a cseh Hodonin 2 előtt. Óriási tömeg fogadta a hétvégén Mihelész Norbertet és csapatát a Kart Arénában, Pécsett. A közönség találkozóval összekötött gokárt versenynek jótékony célja volt. A beérkező nevezési és előselejtezős díjakból, valamint a felajánlásokból a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentőszolgálat részére diagnosztikai eszközt vásárolnak a szervezők. Hímesházáról származik, sok pécsi és mohácsi barátja van, de ilyen fogadtatásra ő sem számított, és mint Mihelész Norbert elárulta, meghatódott. A közönség találkozóra több százan érkeztek. Az esemény egyben jótékony célt is szolgált, ráadásul két kisgyerek be is ülhetett Norbi mellé a kétszemélyes gokartba. Nekem ez volt az első alkalom, hogy ilyen gokarttal megyek. Hát alapvetően ez is két meglepetés ajándék volt két kedves résztvevőnek. Én nagyon élveztem, meg alapvetően nagyon élvezem az ilyen jellegű eseményeket is, ahol ugye én is az elmúlt két évben mondjuk egyre kevesebb időt tudtam szakítani a rajongókra, és ha akár egy ilyen eseményem, vagy egy ilyen kétszemélyes gokart, van lehetőség egy kicsit, hogy mondjam, átélni azt, hogy milyen is, mondjuk Mihelész Norbert mellett versenyezni, vagy egyáltalán menni, és ez számukra élmény, akkor az nekem is borzasztó nagy élmény. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, hogy egyébként a Vadász Peti, ugye a kartarénás tulajdonos erre lehetőséget is teremtett, nem csak nekem, hanem a résztvevőknek is. Hát őszintén szóval izgultam. Nagyon sok energiát fektettünk ugye a pécsi kartarénával közösen az előkészületekbe, és szeretném, hogyha jól sikerülne a mai esemény. Nem is feltétlenül csak azért, mert ugye van egy nemes cél, és szerintem, ha jól sikerül az esemény, akkor nyilván sok hozzájárulás is érkezik ugye ennek a célnak az érdekében, de úgy, hogy mint az esemény részszervezője, azért van bennem némi druk. Hát ma versenyezni van egy 50 fős gokart bajnokság, tehát én is részt veszek ebben a bajnokságban, és nyilván itt, aki eljött a közönség találkozóra, hogy szeretne velem beszélgetni, szeretne képet vagy aláírást, akkor ezeknek az igényeknek pedig szeretnék én eleget tenni. A meghirdetett gokart versenyen maximum 50 fő indulhatott, ezért előselejtezőt rendeztek júliusban. Ebben az időszakban a Kart Aréna gokart stadionban teljesített 50 legjobb köridővel rendelkező gokartos számára nyílt lehetőség a hétvégi versenyzésre. Hát ugye a küzdelemnek volt egy előselejtező része, ahol 164 ember megméretkezett azon, hogy az 50 legjobb között indulhasson, és ugye a mai nap teljesen az autósport szabályainak, Q1, Q2, Q3 szabályai szerint megy egyenes kiesésbe, illetve hát a végére hajtunk egy szuper döntőt, hogy a legjobbat ki tudjuk választani a mezőnyből. Hál' Istennek én dicsekedhetek avval, hogy a mi kapcsolatunk már sokkal régebbre nyúlik vissza. Ő Hímesházai, én Mohácsi vagyok, mi azelőtt is sokat találkoztunk, többet találkoztunk, de hát egy olyan példakép, amit szerintem Magyarországon mindenki olyannak vesz. A gokart versenynek tehát jótékony célja is volt. A beérkező nevezési és előselejtezős díjakból, valamint a felajánlásokból a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentőszolgálata részére diagnosztikai eszközt vásárolnak a szervezők. Évadnyitó vacsorán találkozhatunk először a PVSK Mecsekfűszért vízilabda csapatának új játékosaival. Három távozó helyére két új tag érkezett. Jakab Dániel Miskolcról és Palotás Sámuel Kaposvárról. Tehát a tavalyi csapat nagy része együtt maradt, így bizakodva vághatnak neki az új szezonnak, ami október elején indul majd. Czerpán István a PVSK elnöke és Vári Attila a PSN ZRT vezérigazgatója, illetve a szakosztály vezetőinek beszédeivel indult a vízilabda csapat évadnyitó vacsorája, ahol első ízben találkozhattunk az új játékosokkal is. Jakab Dániel Miskolcról érkezett, akinek felnőtt karrierje éppen 10 évvel ezelőtt indult Pécsett. Ott nem kaptam elég játék lehetőséget,
és nem egyezett a klubbal a jövőbeli terveink. Úgyhogy beszéltem Gergővel, hívott is, keresett, és aztán arra jutottunk, hogy jó lenne nekem itt Pécsen, mert azok az elvárások és olyan szerepet szánnak nekem, és a jövőbeli hosszú távú terveimet kielégítik, amiket felvázoltak itt nekem. Dániel vízilabda edzői képesítéssel is rendelkezik, így az utánpótlás nevelésben is fog dolgozni Pécset. A másik érkező a vajdasági származású palotás Sámuel, aki a Kaposvár játékosa volt az előző szezonban. Így az ő játékát is láthatta már párszor a hazai közönség az Abay Nemes Oszkár sportuszodában. Azért igazoltam a Pécs csapatához, mert úgy gondolom, hogy én is beleillek ebbe a csapatba, egy ilyen fiatal, dinamikus, gyors vízilabdát játszik a Pécs, és én is hasonló alkatú és hasonló szerkezetű játékos vagyok, és úgy gondoltam, hogy könnyen be tudok illeszkedni a csapatba. Itt járok egyetemre, és ez is megkönnyítette, hogy ne kelljen utaznom hetente az egyetem véget, úgyhogy ez is egy ok volt a többi között. Sámuel még hozzátette, hogy eddig jól érzi magát az új csapatban, és nagyon bizakodó a szezonnal kapcsolatban, mert kemény munkát végeznek, aminek előbb-utóbb meg kell, hogy jöjjön a gyümölcse. Ez a munka pedig idén is Lukács Gergely vezetésével kezdődött el, aki a két meghatározó távozó, Lajkó Márton és Szatmári Kristóf helyére érkező játékosokkal kicsit más struktúrában, de ugyanazt folytatná, amit 3 évvel ezelőtt elkezdtek. Két viszonylag gyors játékos érkezett, akik nem is rendelkeznek akkora a lövőerővel, mint az előbb említett két úriember, viszont még tovább gyorsíthatják a csapatot, úgyhogy hát ezt próbáljuk majd a maximálisan kihasználni. Azok a jellemzők, amiket a tavaly évben megszokhattak tőlünk a nézők, azok most is legyenek jellemzőek ránk, tehát egy nagyon stabil, határozott és a végletekig lesakkozott védekezésre lesz szükségünk, és abból viszont még dinamikusabban, még gyorsabban, még harciasabban elindulni előre támadni. Valami ilyesmit szeretnék a csapat arcának megvalósítani. Nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy nálunk ugye van is a többi csapathoz képest azért ugye a tavalyi évben érezhető kis hiányosságaink, a rutin, a lövőerő és a testsúly azért az idén sem áll majd a mi oldalunkra, viszont mivel tudjuk ezt kompenzálni? Egyrészt borzasztó nagy fegyelemmel, ez talán a legnagyobb kulcsszó mind a védekezésben, mind a támadásban, tehát nálunk nem nagyon fog előfordulni, nem fordulhat elő az, hogy mi elszórjuk a labdát a támadásba, ilyen vélt helyzetekben ellőjük, elpasszoljuk a labdát, illetve ugye, ami nagyon fontos ezt, ami tavaly maximális jellemzett minket, az a csapategységünk és a küzdeni akarásunk, és hát remélem, hogy a nézők, akik tavaly is nagyon szép számmal itt voltak, és nagyon sokszor átsegítettek bennünket a holdponton, az idei bajnokságban is velünk tartanak, és tényleg közösen fogunk tudni elérni nagyon szép eredményeket. Domenico De Blasio szakosztályvezető pedig a következő szezonra az egyre erősödő OB1-ben kitűzött célokat fogalmazta meg. Mindenképpen előre szeretnénk lépni, eredményességben is, tehát a tavalyi évnek a 10. helyét szeretnénk jövőre túlszárnyolni. Szeretnénk azt, hogy akár megtelt táblát ki kelljen rakni, akár pótlelátókat kelljen elhelyezni a mérkőzéseinkre, mert ez is egy visszajelzés lenne akár a támogatók felé, akár a város felé, hogy igenis érdemes a vízilabda mellé állni. A PVSK Mecsek Fűszér csapatával a Magyar Kupa szeptember végi első fordulói után a bajnokságban október 3-án találkozhatunk, hogy melyik csapat ellen és milyen medencében, a szeptember 17-én derül ki. Ez volt a pálya mára, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, és ne feledjék a sportot nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!